Sziasztok, Dani vagyok, üdvözlök mindenkit itt a legújabb videómban. Igazából, igen, itt láthatjátok előttem, hogy miről lesz ma szó. Erről a World of Tanks-es GameStar külön kiadás újságra, vagy hogy mondjam. Igazából ez egy ilyen speciális... Ö Ajánlat, elvileg itt írja is, hogy 2017 per speciál, és 1995 forintba kerül, ezt én a benzinkúton vettem, igazából ö, semmi promó, szóval ez nem, nem egy szponzorált videó, <laughs> ezt rendes pénzért vettem meg, ezt az újságot, saját pénzből, és elvileg kapunk hozzá 6000 forintnyi cuccot, a játékon belül itt felülírja ezt, de igazából ez egy kicsit, kicsit így le van sarkítva, mert gyakorlatilag kapunk egy meghívó kódot, amiben, ha jól tudom, mindjárt kinyitom és megnézzük, de lehet, hogy végén van. Igazából már rátolvasgattam így nagy vonalakban, miközben mentem melóba ugye kocsiba volt idő, és ö, olvasgattam, és egészen jó, nem is olyan rossz, mint gondoltam. Ennyit megért szerintem, főleg, hogy ez egy ilyen speciális kiadás, és nem mindig adnak ki ilyen votos újságot, sőt, eddig talán még nem is volt ez az első, ha jól tudom, még nem találkoztam ilyen votos újsággal. Ö, szóval akkor térjünk rá erre a prémium javakra, vagy hogy mondjam, prémium cuccokra. Elvileg kapunk mellé, meg gyakorlatilag is, egy meghívó kódot, ami tartalmaz egy PZ S35 Premium 3-as harckocsit, 3 nap prémiumot, egy garázs helyet, meg 1000 goldot és kapunk még mellé egy Churchill 3-as bónuszkódot, erre nagyon figyeljetek oda, mert a meghívókód az nem egyenlő a bónuszkóddal. A meghívókód igazából arra jó, hogy amikor csináltok egy új akkot, aktiváljátok, és akkor ezekkel a javakkal kezditek el a játékot. Gyakorlatilag erre jó a meghívókód, más nem, így nem tudjátok, hogyha van egy akkotok, nem tudjátok beaktiválni, csak egy új regisztrációnál. A bónuszkódot viszont be tudjátok aktiválni, az egy Churchill 3 Premium 5-ös t 5 nehéz tank, nekem igazából megvan, ezért úgy gondoltam, hogy ki fogom sorsolni köztetek majd ezeket a kódokat, mert igazából be beaktiválnám, akkor se kapnék szinte semmit, néhány százezer kreditet, de arra most én nincs szükségem, akkor inkább kisorsolom nektek, így gondoltam. Nem tudom, mit szóltok hozzá, gondolom örültek neki, mert amikor van valami sorsolás, annak általában örülni szoktatok. Már aki. Na és akkor így nagy vonalakban nézzük meg, hogy miről szól ez a, ez a kis kis újságocska. Nyer ki is nyitom, ami a legjobban megtetszett benne, hát ez a bevezető igazából nem olyan lényeges. Meg itt egy kis Sennheiser, Sennheiser reklám az elején már rögtön. Jó kis 40-50-60 ezer forintos fejhallgatók. Köszönjük szépen. Ja, vannak benne ilyen szép képek, meg minden. Amit hiányoltam belőle, az az egy poszter, egy szép nagy poszter, sajnos nincs benne ilyen, vagyis hát eddig még nem találtam meg benne, de majd még átfutom. Azért meg most is így, így gyorsan lapozgassuk át, hogy miről van szó itt. Ö, milyen alap dolgokat itt leír, ezt ezeket igazából nem olvastam el, nem volt ennyi időm, meg nincs is rá szükségem nagyon. Viszont ami tényleg nagyon tetszett benne, hogy ugye van kajzó, szerintem a votos, Magyar Votos community többsége ismeri Kajzót, legalábbis aki komolyabban belemerült a játékba. Egy nagyon jó játékos, mondhatni, hogy Magyarország a legjobb játékosa, de ha nem a legjobb, akkor az egyik legjobb játékosa. Ugye külföldre is szokott járni vottal kapcsolatos dolgok miatt, ez benne is volt az interjújában, és ö, itt látható is, hogy ö, például itt a Mouse, mouse ír néhány sort Kajzó. Ezek Tök jók is ilyen, ilyen szösszenetek nekem nagyon tetszik, és tényleg na nagyon jól leírja. Ez nagyon szimpatikus volt az újságban, hogy így így leírja az szinte az ilyen összes, szinte az összes ö tízes tank. Azt hiszem, igen, a tízes tankokról néhány szösszenetet hallhatunk kajzótól. Meg itt igazából ez az újság felsorolgatja nekünk, hogy milyen milyen legjobb, az öt legjobb német harckocsiát így írja, de igazából itt tier 10-es tankokról van szó, meg igazából prémiumokról, nem tudom. Vagy igazából nem is, nem is. Hát nem tudom mi alapján a legjobb, de biztos, igen, vannak ilyen kis furcsaságok, de hát ugye a GameStar az nem voltra specializálódott vállalat, igazából ezt elnézzük nekik szerintem. Ja, és igazából itt is kifejti kajzó például az Object 140-ről, hogy mi a véleménye. És így nagyon sok tankról, így érdemes, hogyha valaki megveszi, érdemes ezeket elolvasni, mert tényleg még ilyen kezdőjátékosok számára is tud hasznos ötleteket adni, hogy hogy kell használni azt az adott harckocsit. Ja, itt például STB-ről. Jó, azt így nem fogom így nagyon részletezni. Öm, ja, szóval valaki, akit érdekel, az úgyis megveszi. Öm, még egyszer mondom, benzinkúton, ott szerintem biztos, hogy lehet kapni. Én bementem, néztem az újságokat, azt hopp, van, van ott egy ilyen is, és akkor megvettem. De szerintem még újságárusoknál is, is lehet kapni. És az nagyon fontos, hogy 2017. december 31-ig, ha jól tudom, addig lehet beaktiválni a prémium kódokat. Utána, elvileg, már lejárnak. Szóval mindenki siessen az aktiválással, ne várjon jövő évig, mert nem fogja tudni beaktiválni őket. És igazából ja, ilyen hosszabb elemzések is láthatóak tankokkal, tank elemzések. Hát nem tudom. Csak így, szerintem ez a játékbeli leírás nagyon úgy tűnik, mintha az lenne. ja, ja, ja. Szóval, ez ilyen kis szimpatikus újságnak tűnik, meg minden. Ilyen gyűjtői darabnak jó lesz, úgyis szoktam így újságokat gyűjtögetni, stb. Aztán ez így nekem erre jó. Hát valakinek megér 2000-et, valakinek nem. Én most ezt megvettem, nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen. Aztán tényleg, ami még nagyon tetszett, Wargaming története. Ezt érdemes elolvasgatni majd, ezt, ezt nézzétek meg, ez nagyon érdekes, hogy hogy kezdődött ez az egész űrület, ez a tankos űrület, nagyon komoly. Nem fogom lelőni a poént, talán nem tudom, hogy látszik-e a kamerán, el tudjátok-e olvasni. Na mindegy, aki akarja, az megállítja és elolvassa, aki meg úgyis meg akarja venni, az meg fogja venni és el fogja olvasni, és akkor nem állítja meg itt, nem lövöm most le tényleg a poént, hogy miről szól, stb. Aztán vodblis is egy néhány sort... És még igen, itt van, itt van a kedvenc, egyik kedvenc részem, hogy updatenként hogy, hogy változott. Vagyis hát nem updatenként, de így ilyen nagyobb fejlesztésenként, hogy változott a votnak a grafikája. Itt a képeken látszik is, meg még ír is mellette jellemzést. A jellemzéseket még ö, nem nagyon olvastam el, csak a képeket nézegettem meg így. És nagyon feltűnő tényleg ez a 6.6-os update, ami itt van. Aztán lapozol egyet, és akkor itt már a 8.1-es van, itt meg a 9.15, hogy HD modellek, stb. És tényleg amúgy, tényleg látszik a fejlődés így, így, grafikai téren is, aki nem hiszi, az most nézze meg. Meg hogy milyen újítások jöttek így ezekben a pecsekben. Ez nagyon tetszett például, ez így össze van foglalva. Mindig is kerestem egy ilyen kis összefoglalót, hogy, hogy leírják, hogy mi változott így a játékban. Ja, szóval ezt nem nagyon olvasgattam el, megnézegettem, stb. Ja, meg itt volt ez a VR-ról szó, mármint nem a két videós rácról, hanem a, tudjátok miről beszélek, a VR headsetről, hogy, hogy majd szeretnének olyat is bevezetni, de egyenlőre még nem kivitelezhető meg, meg igazából a vothoz nem is annyira alkalmas, mert elég precíz mozgásokat kell csinálni, vagy lövéseket leadni a játékban, szóval nem túl alkalmas jelen formájában a VR. Ez a játékhoz, szóval jegelték ezt a projektet, ezt is leírták itt nagyba. Hát itt ez a World of Warplanes, tudjuk milyen játék, én nem nagyon szeretem, nem tudom ti hogy vagytok vele, írjátok meg kommentben, nekem nem jött be, kipróbáltam. És igazából még itt is arról van szó, aztán World of Warships, nem tudom, sokan játszotok vele, azt tudom, én nekem ez se jött be annyira, nekem túl lassú. Így a volt az, ami nekem így jó, az is elég lassú, például egy Cségóhoz képest, de ez a World of Warships, ez, ez, valami borzasztóan lassú számomra. Nem tudom nektek, ez így, ez így hogy van, meg hogy működik, hogy melyik a gyors, meg melyik a lassú játék. Ja, itt is leírja az evolúcióját a Warshipsnek, ugye ez egy újabb játék, mint a VOT, valamivel újabb, nem is tudom mikor jött ki, most nem fogom ezt így részletezni, mert ti is rá tudtok keresni. No, special projects, hát, ja, ilyen kis történelmi dolog. És az utolsó oldalt nem fogom megmutatni, mert ott van a premium kód, itt is még egy kis történelmi cucc van. Ott egy kávé egy például, <laughs> nagyon komoly ilyen élőben a tankok, hogy hogy néznek ki, meg még ír mellette érdekes dolgokat. Ezt érdemes elolvasni, hogyha megveszitek. <laughs> Aztán itt van a kajzó interjú. Ezt végig olvastam, és nagyon érdekes volt, tényleg. Ez gratulálok kajzó, ez nagyon jó volt. És tényleg rengeteg dolgot megtudtam kajzóról, csomó dolgot nem is tudtam. Láttam, hogy néha streamelget, néha belenéztem, és tényleg jó játszik. Valóban, ő egy igazi jó játékos, ezt kell, hogy mondjam. Volt, azt hiszem, chef oldalán, vagy nem is tudom hol. Egyik oldalon láttam ilyen szavazást, hogy ki Magyarország legjobb játékosa, és ha jól tudom, Kajzót szavaztátok meg. Jó, ja, hát ez nem véletlen. Azért rendesen van mögötte tudás, meg le is írta, hogy, hogy ö, van ilyen edzés, úgymond ilyen tréning, tudjátok, hogy, hogy ö, a versenyekre készülnek a játékosok, így nagyban. Ja, és azt hiszem, Ja, a hétköznap mit írt? Hétköznap három órákat játszik, ami nem is olyan sok. Én kb. háromszor, négyszer annyit játszok néha, és mégse játszok ilyen jól. Szóval, ja, ez kell a tehetség, meg hétvégén akár hat óráig is elnyúlhat. Hat óra időtartam is lehet, valami esmit olvastam ebben. Ja, szóval ez egy érdekes kis interjú, ez, ez nagyon jó volt. Hát itt meg egy kis klán, MBZ, ezt is érdemes elolvasgatni. És igazából lassan a végéhez érünk. Nem fogom megmutatni a kódot, vagy maximum eltakarom. Ja, szóval eltakartam a kis kódot, és itt is leírja, miket kapunk. Ugye a bónuszkód tartalmaz a Churchill 3, prémium harckocsi és egy hely. És ezt úgy, itt le is írja, hogy kell beaktiválni. Egy már aktiváltam, mert kaptam ö, kaptam egy embertől ilyen kódot, mert ő mondta, hogy Blitz-et játszik, amit kisorsoltam nektek tényleg, és Marianna nyerte meg. Mondta, hogy ő Vodblitzet játszik, és nem tudja így beaktiválni, és ugye akkor nem kapja meg Blitz-ben, csak a PC-s verzióra vonatkozik ez a dolog. Ja, a kis kódocskák. Szóval ezt szerintem ki fogom sorsolni köztetek. Ja, és akkor igazából fel kell regisztrálni a GameStar oldalára. Hogy is volt? Várjatok egy picit. Ja, igen, gamestar.hu per GameStar Plus. Arra az oldalra föl kell menni, beregisztrálni, és ott beaktiválni ezt a kódot, amit én most letakartam az ujjammal, és ott kaptok kettő darab kódot. Az egyik a meghívó kód, a másik a Churchill kód, bónusz kód. Ja, és kb. ennyi is az újság. Most így átbeszéltük. Aki, akinek felkeltette így az érdeklődését, annak ajánlom, hogy hogy vegye meg, mert szerintem nem is olyan rossz, mint ahogy egyesek mondogatták itt. Nekem például tetszett. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Írjátok meg. Azért, oké, okay, vannak benne elírások, meg ilyen kisebb bakik, de hát mondtam, nem erre specializálódott a GameStar hogy votos újságokat csináljon. Na jó, és ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor csapjátok ki a lájkot nagyba, előre is köszönöm, és találkozunk akkor a legközelebbi élőadásomban, vagy videómban, és még egy kis bejelentés, hogy most az előző csatornám feliratkozó számát, amit ö, láttam, mármint ami a legnagyobb volt, az... 3712 volt, ha jól emlékszem, azt elértük, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a bizalmat, meg, meg, a figyelmet, meg minden, hogy néztek engem, és így feliratkoztok a csatornámra, meg lájkoltok, stb. És itt vagytok a live-okon, nagyon királyak vagytok, és most terveztem egy ilyen kis projektet, hogy akkor régi videókat így átmentem az új csatornára, és akkor ezentúl ezen a csatornán tudjátok elérni őket, a régről meg le fogom venni ezeket a videókat, mert találtam egy-két értelmes videót, gondoltam ide átmentem. Szóval ennyi lett volna ez a kis, kis bejelentés, meg, a kis elemzés, újság elemzés. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!